engedjék meg akkor, hogy nem rendhagyó módon kezdjük el a 2021. szeptemberi testületi ülésünket, mégpedig ennek az az oka, hogy a képviselőtestület arról döntött, hogy a Tengelicen egy értéktár bizottság alakult egy pár éve, és mindenféleképpen szeretnénk nyomot és olyan elismerést adni azoknak, akik ezzel a dologgal foglalkoznak most már régóta, amely úgy gondolom, hogy megfelelő minőségben és megfelelő helyszínen kapják meg azokat a dicsérő szavakat, ami őket illeti. De még mielőtt rátérnék az elismerő szavakra és a díjnak az átadására, egy emléklap átadására, engedjétek meg először, gyerekek, hogy először szembecsítselek benneteket, hogy mit is csináltok ti. Ugye értéket teremteni is óriási dolog. Azokat kevésbé tesszük mi, hanem inkább az elődeink, hiszen ezeket az értékeket, amit megteremtettek, ezekre próbálunk vigyázni, vagy ezekre próbáljuk felhívni azoknak az embereknek a figyelmét, akik esetleg elkerülik, vagy ezeknek az értékeknek, ami megteremtődött, ezeket próbáljuk olyan környezetbe varázsolni, úgy megmutatni, ami nagyon-nagyon ritka. Most ezeknek vagytok ti a legfiatalabb harcosai, akik úgy gondolom, hogy megfelelő pedagógusok és megfelelő emberek irányításával megkapjátok azokat az útmutató szavakat és azokat az irány elveket, amit ha követtek, akkor az egész életetekre ki fog hatni, hogy egy értéket megbecsülni, észrevenni és továbbadni, ez egy óriási nagy dolog. Ennek a munkának az a kezdő lépéseit tettétek meg. És hogy mennyire sikeresen, azt ugye nem árulok el titkot, hogy a megyében is felfigyeltek rátok, felfigyeltek a településünkre, és mindezt tették azért, mert olyan értékek mentén élhetitek az életeteket, amely nagyon ritka egy település életében. Ez annak is köszönhető, hogy Tengelyes települése ugye egy uradalmi rendszerből származó településrendszer, amely sok-sok tagot kicsi településben áll. Itt akár az épített örökségek, akár a természetvédelmi örökségek olyan magas szintet képviselnek, amelyet egy pár évvel kezdtük csak igazán kiírni a lakosok felé, és az ideérkezők felé, vagy az ez iránt érdeklődők felé. Természetesen ennek egy óriási löketet kapott, hogy az internet világában megismerhetik ezeket, és miután megismerték ezeket az értékeket, akkor előbb-utóbb meg is keresik. Tehát nagyon sok olyan vidéki ember érkezett hozzánk autóval, biciklivel, vagy éppen gyalogosan, hogy ezeket az értékeket szeretnék megkeresni, és igenis ezek azok az értékek, akik ti a tanáraitokkal együtt és a mi segítségünkkel együtt feltártunk. Úgyhogy ezt szerettem volna nektek mindenképpen elmondani, és nagyon-nagyon jó munkát szeretnék nektek még kívánni. Az önkormányzat nyomon kíséri azokat a tevékenységeket, ami igazán megbecsülésre ad okot, és szeretnénk, hogyha ebben részt vennétek továbbra is. Szeretnénk, hogyha sok olyan helyszínre eljutnátok, hogy nem csak a mi értékeinket látjátok, hanem hasonló gyermekek által, hasonló településeken észrevehetitek. Azért is mondom ezt, azért előlegezem meg, mert reméljük, hogyha a pandémia nem fogja visszafogni a következő évet, a 2020-as évet, akkor szeretnénk benneteket a pedagógusaitokkal, vagy éppen a születeikkel, vagy kísérőtökkel elutaztatni olyan helyszínre, ahol hasonló értékteremtés folyik, és élményeket fogtok gyűjteni, de hát ez nyilván a 2022-es évnek a jövedéke. Maradjunk annyiban, hogy most 2021. szeptemberét írjuk, és most eljött annak az ideje, hogy a megbecsülő szavak után átnyújtsak nektek egy emléklapot, és azért nem titok, hogy utána érdeklődtünk, hogy kinek mi az érdeklődési köre, és ehhez az érdeklődési körhöz szerettünk volna valami kis meglepetést adni, és a megbecsülő szavak mellé pedig egy kis ajándékkal fogtok távozni a képviselőtestületi ülés megkezdése előtt, ahol valamennyi képviselő nevében szeretnék nektek gratulálni, szeretnék gratulálni azoknak a pedagógusoknak, aki ezzel energiát és időt fordít rá, és csak annyit szeretnék kívánni, hogy ehhez a munkához nehogy elcsüggedjetek, mert hogyha abba adjátok, akkor az értékeket is, amit megmentettetek, akkor ez nem fog annyira ragyogni, mint ahogy most ragyog. Az elmúlt időszakban, az elmúlt 3-4 évben összességében
majdnem 1,5-2 millió forintot költött az önkormányzat csak arra, hogy az értékeinket megmutassuk, ami amúgy is itt volt, csak elő kellett egy kicsit varázsolni, új köntösbe kellett költöztetni, úgyhogy gratulálok még egyszer nektek, és akkor átadnám azokat a kis ajándékokat, amit gondoltunk, és egyenként foglak hívni benneteket, legyetek szívesek, fáradjatok ide ki hozzám, és akkor egy készfogás elejében meg, ha megengedik a lányom, akkor még talán puszik is a polgármesterül, jó? Úgyhogy mondanám is az első megbecsült kicsi diákunkat. Én Tóth Alexander részére szeretném átadni az elismerő oklevelet. Remélem, hogy ugyanilyen ügyes leszel, mint addig eddig. Hogy úgy mit kap a többieknek is elmondom, hogy mi szerepel az elismerő oklevélen. Tengrész község önkormányzata képviselőtestület elismerését és megbecsülését fejezi ki a Kincses Tolna megye értékvetélkedő nyújtott kiemelkedő teljesítményért. Fogadjuk. Jó? Neked is van már egy kicsit. Majd meglátod, hogy mi van benne, mert tudjuk, hogy mi a hobbi, jó? Szabó Gergő Zoltán. Nem olvasom fel, hogy ugyanaz van rajta. Neked is meg tudtuk, hogy mi az, amit szeretnél, jó? Köszönjük szépen a munkát! Kac Dórát kérném. Nagyon szépen köszönjük. Gyöngyösi Lilikét kérném szépen. Köszönjük szépen! Nyilván az elismerő szavak után még egy pár mondat engedjék meg, hogy engedjenek meg nekem, hogy természetesen azokat a gyerekeket, akik nem a kötelező oktatáson vesznek részt, hanem talán egy kicsit az élet más területére is kapnak betekintést, és ez például értékteremtésről, vagy értékek megőrzéséről, az értékek a megismeréséről szól, az mindig egy plusz energia, plusz feladat, amit bevállalnak a szülők, bevállalnak a pedagógusok, és nyilván bevállalnak a gyerekek is. Az érdeklődési körüket felcsigázzuk. Egy saját élményt hagyosszak meg, itt az egybe gyűltekkel, ez pedig, amikor először igazgató úrral lehetőségünk volt toborozni Oroszországba egy fotós táborba gyerekeket, és nagyon-nagyon érdekesen kezdtünk ehhez a feladathoz, hiszen magában 10 pár éves kicsi gyerekekről van szó, és el kellene küldeni a külbomba is, ráadásul az nem nyugat, hanem kelet felé történik ennek a tábornak a szervezése, úgyhogy szinte ismeretlenül csöppentek be a többi a gyerekek közé. Ha mondhatom azt, hogy ezek a gyerekek egy életre szóló élményt kaptak, az nem csak azért volt, mert megismertek egy teljesen más területet, hanem megismerhettek, betekintést kaphattak egy teljesen más kultúrába, betekintést kaphattak egy teljesen másik országba, ami nem a nyugatnak a majmolásáról történik, hanem egy teljesen más kultúráról. Ezeket a gyerekeket meg kell kérdezni, ezek a gyerekek nem sokára majd el fognak kezdeni mesélni, és úgy gondolom, hogy 8-10-15 év múlva már úgy fogják ezeket a történeteket megosztani, hogy vagy elmennek a családjukkal és újra ezt a helyszínt végigjárják, vagy soha nem felejtődnek el ezek az élmények. Tehát amikor azokat a gyerekeket megutaztattuk, visszajöttek, és ugye beszéltünk velük egy pár szót, hogy érezték magukat, és összességében élménybeszámolót tartottak, és a pedagógusaikkal beszéltük, akkor azt mondtuk, hogy igenis megérte ezt a utaztatást, és éppen ezért mondom a pedagógusoknak, hogy nem fogunk megállni, hanem ezek a gyerekek, akik önszolgálatból beleteszitek gyerekek a szabadidőtöket, érdekel benneteket, akkor nekünk kötelességünk azt, hogy egy kicsit tágabb részben is
fogjatok neki annak az élményszerzésnek, ami nem feltétlenül a tengerc és a környezetét érinti, nem feltétlenül a megyét, hanem mondjuk elsősorban első lépésben az ország számos területét, és aztán meglátjuk, hogy hova tudunk benneteket elküldeni. Tehát figyelemmel fogunk benneteket kísérni. Ez nem egy egyszerű készfogás volt a polgármester úrral, hanem ez egy reméljük egy hosszabb folyamat. Úgyhogy szeretnénk, hogyha a pedagógusok hasonlóképpen állnának hozzá, köszönjük szépen azt az elhivatottságot, amit beletesznek, és még egyszer gratulálok ahhoz, hogy amit elértek a gyerekekkel, és így tovább, jó? Köszönöm szépen, és akkor először kérném szépen Tóthné Csapó Sárát. Köszönöm szépen. Köszönöm, így egyszerű. És akkor várjunk vissza. Jó, köszönöm szépen. Milyen Gabriánát kérdünk szépen. Milyen érték őrzés folyik a településünkön, és most már iskolában is. És úgy gondolom, hogy ennél jobb motiváció egy gyerekcsapatnak és egy pedagógus csapatnak nem nagyon lehet. És a jó hír az, hogy alakul most már egy értékőr csapatunk is, 5 fővel, akivel nem csak a versenyeztetés, hanem a valódi értékgyűjtés folyik majd, vagy kezdődik el. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy gondoltatok rá. Mi köszönjük, és sok sikert, és további jó munkát kívánok mindenkinek.